Morvai Krisztina, a Jobbik államfőjelöltje, európai parlamenti képviselője a terrorcselekménnyel vádolt és fogvatartott Budaházy György kiszabadítását követelte. Pörzse Sándor, a Jobbik képviselőjelöltje köszöntötte az ünneplőket, majd Morvai Krisztina, a párt államfőjelöltje beszélt. Felelni fogtok a szemkilövésekért, az alaptalan bebörtönzésekért, a koncepciós perekért. A jobbikos politikus újraértelmezte a szabadságharc 12 pontját, és ígéretet tett a politikusok elszámoltatására, egy úgynevezett Magyar Bank létrehozására, illetve Budaházy György és társai szabadon bocsátására is. A Jobbik miniszter...